Jó estét kívánok a megjelenteknek! Kezdjük a Mikulás napi 2018. december 6-ai magyar nyelvű oktatását, nyilvános oktatását a KESS Alapítvány űrhajózási intézetnek. Friday. Egy pillanat. College. Keresem a rögzített videó elejét. I never promised you heaven. The physical. Welcome everyone to the 253rd Knowledge Seekers Workshop for Thursday, December 6, 2018. Ma a délelőtti 253. tudáskeresők műhelyének az angol nyelvű előadásából fog tolmácsolni önöknek. Itt az elején Rick Cremond köszöntötte a részvevőket. I'm your host Rick Cremond today. This is a broadcast from the KESS Foundation Spaceship Institute. Tehát bemutatkozott, hogy Rick Cremond, a házigazda, ez pedig egy közvetítés a KESS Alapítvány űrhajózási intézettől. Public teachings in English, and as usual, we will be joined by Mr. KESS of the KESS Foundation. És mint ahogy szoktuk, a KESS alapítványtól Merán Tavakoli KESS fog csatlakozni az előadáshoz. And he has lots of things to discuss and teach today. Sok minden van, amit szeretne tudatni, illetve oktatni mai nap. So without further ado, let's begin today's program. Mr. KESS, are you available there? Kezdjük el a mai programot, KESS úr ott van. Yes, good morning, good day to you. Igen, jó reggelt, jó napot mindenkinek, jó estét. Wherever and wherever you listen to this. Bárhol és bármilyen időzónában hallgatnak ezt az előadást. Knowledge seekers, teachings. Ezt a tudáskeresők megszóló. As it says, we are all seekers of knowledge. But ahogy mondjuk, mindnyájan a tudást keresünk, a tudás keresői vagyunk. What we gather as knowledge depends on our state of intellect. De az, amit nyerünk a tudásból, az a saját intellektusunknak az állapotát múlik. Understanding the truth about the creation. Hogy megértsük az igazságot a teremtésről. Today's teaching will be, in so many ways, a new introduction. A mai tanítás sokféleképpen egy új bevezetés lesz. A gathering of the past introduction. The part of the teaching today will be, in so many ways, closing a lot of mysteries about the creation of man and where man can come from. A mai tanítás sokféleképpen arról fog szólni, hogy milyen úton, módon jött létre az ember, hogy lett teremtve az ember. Were we born on other planets and we were brought here? Hogy vajon más bolygókon születtünk és idehoztak minket? Or are we the creation of this planet? Vagy pedig ennek a bolygónak a teremtményei vagyunk-e? The creation of life on Earth is the topic of subject of knowledge seeking today. A mai tudáskeresésnek az egyik témája
az, hogy hogyan jött létre a Föld, hogyan jött létre az élet a Földön. We try to prove scientifically according to the knowledge which we gathered in the foundation. Próbálunk tudományosan megközelíteni, próbáljuk tudományosan megközelíteni ezt a témát az eddig szerzett tudásunk alapján. That the essence of life, creation, is exclusivity of this planet. Hogy az életnek a teremtése vajon ennek a bolygónak a kizárólagossága-e? In respect to mankind. Az emberiség tekintetében. We are not brought out, but we are a combination of the interaction of what we call accidents of fields and interaction of fields. Tehát nem ide hoztak minket, hanem a mezőknek a többé-kevésbé véletlenszerű kölcsönhatásainak az eredményeképpen jöttünk létre ebben a formában. Before we come to our knowledge seeking part, there are a number of things which we would like to bring up to, as usual, to discuss. Mielőtt a tudáskeresési részre térnénk rá, van néhány dolog, amit szeretnénk ismertetni. First of all, the continuation of what we had as the PIC flow, the program which we had last week. Elsőként, mint a folytatása a múlt heti sertésláznak a témájában, témájának a folytatása. We started, if you remember, the teaching of the last week in respect to overcoming the virus, African swine virus. A múlt héten elkezdtük az ismertetését annak, hogy hogyan tudunk úrrá lenni ezen az afrikai sertés lázvíruson. Virus of the pig. And we saw the program on a Friday 23rd, the week before. We were on Thursday last week when we were still in the stage of waiting for the excrement of the pig to become normal and the process stops. Hát, múlt csütörtökön még figyeltük ezt a kísérletben részvevő sertést, hogy mikor jelenik meg nála egy normális széklet, ami annak a jele, hogy leállt a folyamat, és hogy legyőzte teljesen a vírus, tehát visszaállt az egészséges működése. Ez pénteken történt. I don't know if our team in the background have the latest pictures. Nem tudom, hogy a csapatunknál a háttérben ott vannak-e a legkésőbb, legutóbb készült fényképek. On Friday, the 30th last Friday. A múlt pénteken, 30-án. What we were expecting for the normality back with animal. Amit vártunk, hogy az állatnál visszatér a normális állapot. That he start or she starts living a normal life. Hogy elkezd egy normális életet folytatni. And as he start, as she start eating. Hogy elkezdett enni. And we, the animal, or Madame Pig, actually created what we were waiting for, a normal experiment. And we waited for two more days, Saturday and Sunday. És a Madame Sertés esetén vártuk, hogy megjelenjen a normális székret, és még két napot szombaton és vasárnap vártunk. And on Friday we closed the case, as we said, the és pénteken, mint mondtuk, lezártuk az ügyet, az esetet. Mission is accomplished. Hogy a küldetés teljesítve. We have brought the pig back into normal life. Visszahoztuk a sertést a normális életbe. Without any viruses. Minden vírus nélküli állapotban. Without any effect of the virus. A vírusnak minden hatása nélkül. At the moment we are involved with the Chinese evaluation of the discovery.
pillanatnyilag, amivel foglalkozunk, az a kínai hatóságok által a felfedezésnek, a felfedezésünknek a visszaigazolása, visszaigazolása. And in the next few days, és a következő néhány napon belül the decisions will be made how majd határozatokat fognak hozni how to bring or evaluate or hogy miként or test trial in the largest hogy miként értékeljék vagy egy nagyobb mértékben egy nagyobb léptékű próbát, tesztet, tanulmányt végezzenek. Scale in China. Kínában. We are waiting still for decisions in the next few days. How? Még mindig várunk az erre vonatkozó döntéshozatalra a következő napokban. On which ways this is going to go. Úton fog ez folytatódni. A lot of people thought it's just a peak flow and that's it, but sokan úgy gondolták, hogy ez csak egy sertés nátha, és ennyi az egész. As one American, what we call officials, mentioned last week. De ahogy amerikai hivatásos személy közül valaki megjegyezte a múlt héten. This is one of the biggest discovery of 21st century. Ez a 21. század legnagyobb felfedezése. It's very much like the discovery of penicillin. Ez legalább akkor a jelentőségű, mint a penicillin felfedezése. In time when it take hold and we start developing this technology very rapidly in the coming months. Egy idővel, ahogy ez megvonosul, illetve kifejlesztjük a technológiákat az elkövetkező hónapokban. Weeks. It is equivalent of the discovery of penicillin. Ez a penicillinnel egyenértékű dolog lesz. We never understood the a penicillin felfedezésével egyenértékű lesz. Work of the viruses on us. And eddig nem értettük a vírusok működését a testünkben. Now with the new plasma technology, de most az új plazma technológiával, we have thought, we understand, amit előhoztunk, amit értünk, we have shown, we have found. Bemutattuk, hogy megtaláltuk. One of the last hurdles in world of medicine. Hogyan lehet túlmenni az utolsó nagy akadályon az orvostudomány terén? Viruses. A vírusok. Now, a lot of research will go into this development. Most nagyon sok kutatás fog folyni ennek a fejlesztésére. Ennek a fejlesztésének a céljába. The strands of virus and the strength of virus. Különböző vírustörzsekkel, még különböző erejű vírusokkal. And in the coming months, és az eljövendő hónapban new researches will be starting. Vagy hónapokban új kutatások fognak elkezdődni. To see everything can be stopped with viruses. Hogy lássuk, meggyőződjünk, hogy amit vírus okoz, azt mindent meg tudunk állítani. On this planet, viruses are menace to us. Because ezen a bolygón a vírusok egy fenyegetést jelentenek, egy veszélyt jelentenek számunkra. They attach themselves to the amino acid. Mivel a vírusok aminosavakhoz kapcsolódnak. Tehát hozzá csatolódnak, hozzá tapadnak, hozzá kapcsolódnak fehérjékhez, aminosavakhoz. In a space we don't have, as I said in the teaching last week, microbes and bacteria. Mint a múlt heti tanításban is mondtam, az űrben ott nem találkozunk baktériumokkal, because there's no amino acid. Mivel nincs aminosav. So the only thing which attaches itself to us is az egyetlen dolog, ami ránk tud kapcsolódni, hozzánk tud csatolódni. The packages of energy which have a common denominator. Azok az energia
csomagok, amelyeknek van egy közös nevezőjük. Energy with our amino acid or elements of our body, could be phosphor, calcium, anything. Hogy energiacsomagok, aminosavak nélkül. Yes. So, hozzácsatolódnak a testünkbe levő aminosavakhoz, vagy a testünkbe levő kalciumhoz. As our body is made of millions of different combinations of the strength of plasmas. És ahogy a testünk sok millió fajta erősségű plazmának a kombinációjából áll. One making the kidney, one making the heart, one making. Az egyikből lesz a szívünk, másikból a vesénk. Making the cell of a brain. Másikból a. We have a huge spectrum. So. Így egy egész széles spektrumú mezővel rendelkezünk. So, we are vulnerable to totality of the fields of the universe, more or less. De többé-kevésbé sebezhetőek vagyunk, támadhatóak vagyunk a világűrbe levő vírusok vagy energiacsomagok által. We had to complete one of the cycles of the being able to allow the man to live in a space which was how we handle these packages of energy we call. Több folyamaton kell végigmenjünk, hogy képessé tegyük az embert, hogy túlélje a világűrt, és az egyik az, hogy tudjuk kezelni ezeket az energiacsomagokat. A virus. Ami valójában vírus, mint ismerünk. And now we have shown it can be done. És most megmutattuk, hogy ezt meg lehet oldani, meg lehet valósítani. And this is the beginning of a new cycle of knowledge. És ez egy új tudás ciklusnak az eleje. Because up to now, as I said, you go to a doctor, says you have a virus, you have a flu, there is nothing can be done, you have. De eddig, hogy elmentünk az orvosra, azt mondta, hogy hát önnek vírusa van, vírusfertőzése, vagy influenzája, nincs mit tenni. Go through it. Now. Mert kell menni rajta. It can be done. De most meg lehet tenni, tehát lehet tenni valamit a vírusra. Now. We can do something about it because now we can create packages of plasmas. Most tehetünk valamit a vírusok ellen, mert tudunk létrehozni plazma csomagokat. But like a tablet you take, it's. Melyeket bevesszük úgy, mint a pirulákat. The water you drink and it's gone. Vagy mint a víz, amit iszunk, és elmúlik a vírus által okozott probléma. Research in this section will start extensively in the coming weeks. Ebben a vonatkozásban a kutatások elkezdődnek a következő hetekben. Because this solves a lot of problem in respect to chemical warfare, in respect to, as I said, to nuclear accidents. Ez megold problémákat a biológiai vagy sugárfegyverek terén is. Because these are extra energies which come in. Mivel azok is extra energiák, amik bejönnek a szervezetbe. Understanding this will allow us for the first time to overcome the damages of leukemia. Ennek a megértése lehetővé teszi számunkra, hogy először tudjunk tenni valamit, hogy legyőzzük a leukémiát, vagy úrrá leszünk, megbirkózunk a leukémián. Depleting energy from the cells as amino acid level and the cell tissue. Tehát, hogy sejtszinten, aminósabb szinten le tudjuk csapolni a fölös energiákat. The discussions about this discovery, which has been announced last week, with overcoming viruses. A beszélgetések, viták erről a múlt héten bemutatott témáról, hogy hogyan birkózunk meg a vírusokkal. Will have a huge implications on how we live. We don't have any more fear of viruses. Hatalmas következményei lennek, hogy meg tudjuk szüntetni a félelmet a vírusoktól. AIDS. AIDS.
Ebola, anything else, the summer winter flows which hits us, tavaszi téli náthák, influenzák, amelyek ettől szenvedünk. There is a typical problem with this flow, which has taught us something very new. Van egy tipikus probléma ezzel az influenzával, ami valami újat tanított számunkra. And that is, we always get the flu in the winter time. Mindig télen szoktuk náthát kapni, téli időben. When the body has a different energy pack. Amikor a testnek másmilyen energiacsomagja van. That spends more of its strength to overcome the cold. A test az energiának a nagy részét, az erősségének a nagy részét arra használja télen, hogy leküzdje a hideget. Then its protection level is low and we get different. És akkor alacsonyabb a védelmi szintje a testnek. Kind of flu. És különböző náthákat kaphatunk. The African flu is very different. Az afrikai influenza vagy afrikai láz az nagyon különbözik ettől. Nagyban különbözik. It's coming during the heat, during the summertime. Ez a forróság alatt jön, a nyár idején, amikor forró a levegő. Into China. Tehát nyáron tört be Kínába ez a betegség. Which is very unusual. Ami nagyon szokatlan dolog. It has shown us a new strand of flus. Egy új influenza törzset, vírus törzset mutatott föl számunkra. It has shown us new strand of virus. Egy új vírus törzset mutatott. It's fundamentally different than what we are used to. Ez alapvetően más, mint az, amit megszoktunk. And this is one of the reasons has not mutated into human body yet. És ez az egyik oka annak, hogy miért nem mutálódott még ez a vírus az emberi test irányába. De miért nem mutálódott úgy, hogy megfertőzhesse az emberi testet? We understand this process rather well. Értjük egészen jól ezt a folyamatot. Completely. And this is the what I call fundamental differences in understanding of this flu, and it's the first time more or less we see summer flu. És ez alapvetően megváltoztatja a megértését a lázaknak, influenzáknak, és ez egy nyári influenza. In the pigs. A sertések esetén. But it's not translating, it's not transferring itself into human race. De nem terjed ki az emberi fajra. Is not mutating. Nem mutálódik. Somehow does not find a connection because in the summertime we are. Valahogy nem találja meg a kapcsolatot. We are strong enough to. Mivel nyáron elég erősek vagyunk. Stand this. Hogy ellenálljunk ennek. We don't get the flus. Nem kapjuk meg ezeket a fertőző betegségeket. And the strand stays at high. És ez a törzs, ez a vírus törzs. Animals. Magas szinten marad. Which they get this, they go in a high temperature. Az állatok, akik megkapják ezt, magas lázat kapnak. And this is very unusual in the pattern of viruses. És ez nagyon szokatlan a vírusok működési mintájában. So, this has opened a huge Pandora box. Ez egy hatalmas Pandora dobozt nyit meg. And the scientific world and time will come to start research on this. Tudomány világában itt az ideje, hogy elkezdjünk tanulmányozni ebbe az irányba. And we are preparing different materials for. És különböző anyagokat készítünk. Different flus to be tested in the coming time. Hogy különböző ilyen influenza-szerű betegségeket teszteljünk a jövőben. And for you to understand how these viruses attach themselves to us as human being.
és önök számára, hogy megértsék, hogy ezek a különféle vírusok miképpen csatolódnak, kapcsolódnak hozzánk, a testünkhöz, az emberi lényekhez. It's important to understand. Ez egy fontos dolog, amit meg kell értenünk. The creation of life on this planet. Ehhez, hogy ezt megértsük, fontos megértenünk, hogy miként jött létre az élet ezen a bolygón. Part of what you call viruses has led to or leads to or become part of our life through our mutation or what we call evolution of life. A vírusok azok részei annak a mutációs sorozatnak, ami az életet hozta létre. So all the viruses have not been bad. Some of them has caused us to evolve faster. Hát nem minden vírus rossz, volna olyan vírus, ami azt okozta, hogy gyorsabban fejlődjünk. Some of them has created for us a different direction of life. Némelyik a vírusok közül azt okozta, hogy egy másféle irányt vegyen az életünk. Vagy másféle irányba haladjon az életünk. These are very important. Ezek nagyon fontos dolgok. Especially now that we become aware of what we call genetic warfare. Különösen most, amikor ilyen genetikai harcászatról hallunk, genetikai hadviselésről. The genetic warfare which is taking shape now. A genetikai hadviselés, ami most kezd kialakulni, especially promoted heavily by the Americans, és amit főképp az amerikaiak mozdítanak elő. Is that they are taking races. Each race has a gene. Ennek az a célja, hogy célba vegyen különböző fajokat. Mindegyik faj rendelkezik egy bizonyos génállománnyal. Chinese, Afrika. Kínaiak, afrikaiak. Russia. And are developing a technology to be able to take race by race out. És olyan technológiákat fejlesztenek ki ebbe a hadviselésbe, hogy külön fajokat céloznak meg, hogy azokat távolítsák el, vagy üssönek ki. It's known as a genetic warfare. With this technology we can overcome all of it. Tehát ezzel a technológiával le tudjuk küzdeni ezt a genetikai hadviselést. Because there is a process we can replicate. Mivel van egy folyamat, amit meg tudunk ismételni. The process of understanding this is especially effective when. Ennek a megértésének a folyamata az különösen hatásos, hatékony. It comes to us in space that the energies cannot change our races. We can. Amikor űrbe utazunk, akkor az energiák nem változtathatják meg a fajainkat. Stay as we are. Nem aként maradunk, mint akik voltunk. Sok szakadás van a fölvételen. Don't change yellow black blue as you go through different events of the magnetic field that we can create and hold on to. This technology will be part of our research and development in the coming weeks. And as I said, we go. Elnézést, a Zoom azt csinálja, hogyha a kapcsolatban szakadás van, akkor a szünetbe elhangzottakat túlfereli az egyik helyen, és majd gyorsítva adja le, hogy utolérje. Ezt próbálom most lassított sebességgel helyrehozni. Nagyon sikerül megkapni ezt a részt.
universe was in space, that the energies cannot change our races. We can stay as we are. Don't change yellow, black, blue as you go through different ends of the packaging field that we can create and hold on to. This. Tehát, hogy nem változunk sárgáról kékre, vagy különböző ganzokat látunk, hogy megváltoznak, amikor különböző mezőkön mennek keresztül. Elnézést a műszaki hibákért, ez a közvetítő vonalba volt. Hát ez része a kutatásunknak, fejlesztésünknek, ami a következő hónapban fog jönni. And as I said, we go further and further with this technology. És amint mondtam, tovább és tovább haladunk ezzel a technológiával. The implication of the new development understanding of viruses. A vírusok megértésének a következményei az új technológiákkal. Is huge. Hatalmas következményei vannak. Hatalmas. I wonder if we have enough scientists even to be able to follow this. Azon csodálkozok, van-e elég tudós, hogy éppen képesek legyenek csak követni ezt a folyamatot. To be able to develop it. Or képesek fejleszteni. Man in over next 200-300 years gradually evolves and a következő 200-300 évben folyamatosan fokozatosan understands and develops it. Megértik és tovább fejlesztik. This stops all the chemical warfare because now we can adjust, we can tailor make everything possible. Ez leállíthat minden vegyi hadviselést, mert tudunk egy adaptációt, egy illeszkedést létrehozni. This creates a new condition for all of us in so many ways. Ez sokféleképpen minden számára új létfeltételeket, létkörülményeket okoz létre. A flu will become a thing of the past. A nátha, vagy influenza az a múltnak a dolga lesz a jövőben. Tehát múlt időben beszélhetünk majd az influenzáról. To die from viruses, which up to now we had no choice, we have to wait and done, will be over. Tehát vége lesz annak az időnek, hogy vírusok miatt halljunk meg. In effect, a lot of knowledge will be added to our knowledge through the research and development of this new cycle of understanding. Tehát a mostani tudásunkhoz sok új tudás lesz hozzáadva az új kutatás-fejlesztési ciklus folyamatán keresztül. But the point comes, is the man ready to... De felmerül a kérdés, hogy kész-e az ember? Going to space. Hogy az űrbe utazzon? And did we have to solve this problem before we go that it was in the hand of public? És meg kell oldjuk ezt a problémát, mielőtt az űrbe utaznánk. Tehát ennek a közönségnek a kezébe kell lenni ennek a technológiának. The answer is yes. A válasz igen. This is part of the teachings. Ez része a tanításainknak. It was important to have this, because as I said, the first time, second time we showed it, it was hidden. And hát, fontos volt bemutatni, mert amit mondtam volt, első, második alkalmakkor ez egy rejtett dolog volt, tehát nem került nyilvánosságra. Covered up by governments. Kormányok ezt letették. Emlékeznek, a múlt héten szó volt erről, az Ebola esetében például. This time it's not. De ebben az esetben már ez nem történhet. This time it's done by the Keshe Foundation in public domain. And tehát most a Keshe Alapítvány tudása ez közkincs. In the coming weeks we'll carry on with this in different aspects. És a következő hetekben ezt tovább fogjuk vinni különböző szempontokból.
Very soon, we are looking into a trial with tens of thousands of animals. Hamarosan több ezer vagy tízezer állaton fognak folyni tanulmányok. We'll announce it as it happens, and this is important for all of us. Ez fontos mindjártnak. This is part of the food, national food security. This is part of the culture of understanding how things can change for all of us in this space. Ez fontos a élelmezés biztonság szempontjából, és fontos, hogy megértsük ennek a fontosságát az űrutazásokra vonatkozóan. In the coming time, az elkövetkező időben, az eljövendő időben, handling viruses will be very much easier than handling bacteria. A vírusok kezelése sokkal könnyebb lesz, mint a baktériumok kezelése. Because we can tailor-made, we can measure it. Mivel ezt méretre tudjuk szabni, meg tudjuk mérni. It's not if this antibiotic works or that antibiotic works. Nem olyan, hogy egyik antibiotik működik, másik nem. We use the measurement tools to measure, hanem mérőeszközöket használunk, the strength of the animal, hogy megmérjük az erősségét az állatnak. And then we can create a matching gravitational magnetic field. Majd annak ahhoz illeszkedő, annak megfelelő mágneses gravitációs mezőket tudunk létrehozni. Of the what we call the virus. A minek is, amit úgy hívunk, hogy a vírus. Tehát a vírus térerejéhez illeszkedő energiacsomagot tudunk majd létrehozni. You got to understand the technology, as the Chinese say, this is an upside down technology. Meg hogy értsék a technológiát, a kínai mondja, hogy ez egy ilyen fejjel lefele fordított technológia. Why is it upside down? Miért fejjel lefele van? Technology. Can I change and write is for us to understand. Tehát kérhetek egy fehér lapot, hogy lerajzoljam valamit, hogy jobban megértsük, hogy ez miért ilyen fordított technológia. You have to understand why this technology is upside down. Meg kell, hogy értsék, ez a technológia miért van fejreállítva. When it comes to viruses. Amikor vírusokról van szó. With the viruses, with all these things, when you look, we have a bacteria. A vírusoknál nézzük. We take antibiotic. Ha van egy baktérium például, akkor veszünk egy antibiotikumot. Much stronger and we destroy. Ami sokkal erősebb a baktériumnál, és elpusztítjuk a baktériumot. We kill it. Tehát megöljük a baktériumot. Egy erősebb energiával. This technology is upside down. De ez a technológia, ez fordított. Fejére fordított technológia, amiről beszélünk. The virus is very strong. A vírus nagyon erős. And it attaches itself to a very little amino acid. És egy nagyon kis aminosakhoz kapcsolódik, kapcsolja magát hozzá. True link of connection of the field strength. A térerősségnek a kapcsolatán keresztül. What we do is opposite to the knowledge of the present time. Amit teszünk, az pont az ellenkezője annak, amit a jelen tudás szerint tennénk. And that is what we do. We introduce a weaker element. És az, amit teszünk, hogy ide bevezetünk egy gyengébb elemet. Into. Rendszer. We are not giving it a stronger field to destroy it. Nem adunk egy nagyobb, erősebb mezőt, hogy elpusztítsuk a vírust. It's opposite. Hanem ellenkezőleg. We go in the path of peace. A béke útját követjük. The way the knowledge shows us. Az utat követjük, amit a tudás mutat nekünk. What happens? Because the magnetic gravitational field of this virus. Tehát mi történik, mivel ennek a vírusnak a mágneses gravitációs mező is much stronger than the field which is in this. Sokkal erősebb, mint az a mező, ami ebben van, amit hozzáadtunk. What does it do?
mit fog tenni? It tries to feed it, to bring it to itself. That megpróbálja táplálni. It can become part of it. Hogy magához közel vonzza, hogy saját magának részévé tegye. And in that process, és ebben a folyamatban the virus shrinks. A vírus elkezd zsugorodni. The virus become so weak. A vírus olyan gyengévé válik, that it's not a virus anymore. Hogy már nem lesz vírus a végén. But at the same time, the GANS, which is used, de ugyanakkor a GANS, amit használunk, the plasmatic water combination used, az alkalmazott plazmavíz kombináció, through its process, a folyamaton keresztül, is rejected by the body. Ez ki lesz, a test el fogja távolítani ezt a saját magából, ezt a plazmavizet, vagy ganaszot, amit alkalmazunk. A test el fogja utasítani, ki fogja választani. And in that process, any imbalances which is created in body, és ebben a folyamatban bármilyen egyensúly, megbillent egyensúly, vagy egyensúly hiány, ami létrejön a testben, the energy of the virus becomes a food for balancing the damages of other viruses. A vírusnak az energiája az táplálék lesz, hogy helyre billentse az egyensúlyt olyan testrészeken, amiketnek más vírusok ártottak. At the same time, it takes more of the next virus cell. Ugyanakkor többet vesz el a következő vírusos sejtben. Next virus cell. And in the process, clears, depletes the energy of the virus from the amino acid. És ebben a folyamatban kimeríti a vírus energiáját az aminosavból. What we are left with, in reality, is ami maradni fog a végén, a valóságban, the amino acid on its own, az aminosav önmagában, plus the conversion of the energy of the virus, plusz a vírusnak az energiának a konverziója, átalakulása, to become food for the body of the man, táplálékká az emberi test számára, or the animal, vagy az állat a teste számára. Because now that this cell has taken energy, has energy to submit and give to the cells which have been weakened by the virus itself. Mert most ez a GANS vagy plazmavíz, ami plusz energiát kapott, azt mondja, hogy táplálni fogja a többi sejtet, amelyeket legyengítettek az egyéb kórokozók, vírusok, stb. It's the beauty of this technology. Ez a technológiának a szépsége. It's the beauty of understanding it. Ez a megértésnek a szépsége. No more killing. Nem lesz több gyilkolás, pusztítás. Just using the energy of the plasma of the virus itself. Hanem a vírusnak az energiája, a plazmájának az energiáját magát felhasználva. To become the food for the weaker part which other viruses have created. Ezt táplálékká teszik többi sejtnek, hogy helyrehozza károkat, amit a többi vírusok okoztak. And balancing it out. És hogy helyreállítsa az egyensúlyt, visszaállítsa az egyensúlyt. This is exactly why we create, we wash the pig, and we feed the pig. Pontosan ez az oka annak, hogy miért tápláljuk a sertést, és megmosdatjuk a sertést plazmavízzel. The washing is a field of different strength than when it goes through the body. So, a mezeje annak a víznek, amivel mosunk, az más erősséggel van, mint az, ami keresztül megy a testen. So, everything in the body is done
Chinese scientists tell us that up to now they have tried to overcome this, but they have seen genetic defects. Ennek hatása van az egész testre. Kínai tudósok mondták, próbálták ezzel megbirkózni, de látták, hogy ilyen genetikai hibák jelentek meg. Change of genes of the animals. Megváltoznak az állatnak a génjei. With this process, még ezzel az eljárással, any genetic defect will be sorted, will be put, what we call replaced. Bármilyen genetikai hiba, azt ki lesz javítva. Will be brought back to normality. Vissza lesz hozva a test a normális állapotába. With the present science, well, one of the reasons that they slaughter the animals is that az oka, hogy a jelen tudomány mellett miért mészárolták le az állatokat, a beteg állatokat. Because if the reports of scientific reports up to now confirms there is a change in genetic, is genetic modification. Tudományos vizsgálatok igazolták, hogy genetikai változásokat okozott az állat testében, közvetlenül a húsba, ez a vírusfertőzés. And not knowing what it is, but nem tudván, hogy mi az. They are eating it all. It's entered the food chain. De bejuthat a táplálékláncba. So we do not know what comes at the end. És így nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredmények. Megjósolhatatlanok a következmények. But using the GANS process, de a GANS eljárást használva, we correct the genetic defect. The way we kijavítjuk a genetikai hibákat. We done with the plants, the way we done with seeds. Ahogy a növényekkel tettük. Seeds. Ahogy a vetőmagokkal tettük. The continuation of this knowledge, as I call the single pig. Ennek a tudásnak a folytatása, amit mondtuk, hogy az egyetlen sertés. In a very remote farm, in a remote nagyon távoli farmon. The remotest part of China, in a legtávolabbi részén, vidéken, will bring a new dimensions of understanding. Egy új, a megértésnek egy új dimenzióját fogja hozni magába. You'll change a lot of things for us. A lot of things for us in the space. Ez sokat fog változtatni számunkra, sok mindent az űr kutatás terén. The doctors, the vets who have handled these animals, they say they call it the change of their skin changes. They get azok, akik tudósok, akik foglalkoztak ezekkel az állatokkal, mondták, hogy a bőrnek a színe megváltozik. Red spots and black spots on them. Egy vörös foltok, illetve fekete foltok jönnek meg a sertések, beteg sertéseken. But we've seen all the spots has gone away and the pig is back to his normal. De láttuk, hogy ezek az elváltozások, ezek a piros foltok, fekete foltok eltűntek, helyreállt a sertésnek a normális bőre. So it means all the cells have been put back in order. Ez azt jelenti, hogy az összes sejtrendbe lett rakva. As one said, it become the most famous pig in town. Majd mondta valaki, hogy a híresebb sertés lesz. But this is what it is, this is what the knowledge is. De ez az, ami van, ez az a tudásod. This is how we had to learn. Ez az, ahogy tanulnunk kell. And this is what you as Keshe Foundation researchers and the universities in the coming time will develop. Tehát ez az, amit az eljövendő időben a kutatóknak kell majd tenniük egyetemeken, laboratóriumban. Now you understand the significance of last week. Most megérthetik a múlt hétnek a jelentőségét. Knowledge seeking. Tudáskeresés. The process hasn't started. The process just getting to be understood, and for the scientists to understand in the world of pharmaceutical what we call the new a pharmoplasma. Tehát a folyamat még csak most kezdődik, és a
gyógyszeriparban meg kell, hogy értsék ezt az új folyamatot. What comes from a plazma világ, amit fog okozni. Pharmaceutical is not fitting us. It's a new technology. It's a new GANS plasma technology. Ez egy új GANS plazma technológia. And it will come so fast. És el fog jönni nagyon gyorsan. Because it's part of the space technology. Mivel része az űrtechnológiának. There is no more fear of viruses. Nem kell többé létezzen félelem a vírusoktól. There is no more fear of what might happen to us. Nem kell féljünk, hogy mi fog történni velünk. Can you hear me? Hallanak engem? Yes, Mr. Keshe. Igen, Keshe. Thank you very much. So this is what last week's teaching has brought in. Hát ez az, amit a múlt heti tudás keresés, a múlt heti oktatás tanítás behozott, színre hozott. A fundamental change in the world of science. Egy alapvető váltás a tudomány világában. Through simple test with a pig. Egy egyszerű kísérleten keresztül, amit egy sertésen hajtottak végre. Number of animals will be tested in the coming time. Collaboration with the Russian government officials in respect to eradicating the animal disease in Russia is in progress. Tehát folyamatban van, hogy mekkora lesz a szállatok száma, amit Oroszországban fognak tesztelni az állategészségügy terén. We are in communication with the officials in the Iranian government. Kapcsolatban vagyunk az iráni kormánynak a hivatalos személyével. They are aware of the development. Ők tudatában vannak ennek a fejlesztésnek. The Americans have no problem with it because in so many ways they created the mutation. Az amerikai nincs gondjuk vele, mert sokféleképpen ők hoztak létre ennek a mutációját. And this is part of the whole process. És ez része az egész folyamatnak. So this is what I wanted to conclude from the teaching of last week. Ez az, amit szerettem volna összefoglalni a múlt hét tanításából. That in a coming time, hogy az eljövendő időben, one day you egy nap will tell your children I was there, hogy mondhassák a gyermeküknek, the first time when the virus was discovered, ott voltam, amikor először, and was shown how it can be, de felfedezve, hogy egy vírust hogyan lehet, in a way, resolved. Egyféleképpen megoldani. It was a beautiful day for world of science. Nagyon szép nap volt a tudomány világa számára. It was a beautiful day because when we done it twice before, it was hidden, but this time as an institute. És nagyon szép volt, mert két korábbi alkalommal ez a tudás előre fejtve, de most mint egy intézet. Put as a foundation. Itt egy alapítvány. We can show it how it's done. Megmutathatjuk a világnak, hogy ezt hogyan lehet megcselekedni, megtenni. And how it's developed. És hogy lett kifejlesztve. We come to another point in the whole of discussion of our teaching. Egy újabb ponthoz érünk a tanításunkban. We've seen going through the videos which I see coming up one by one at the beginning. Keshe Foundation needs huge support. Láttuk a videókon, hogy a Keshe Alapítványnak nagy, hatalmas támogatásra van szüksége. For donation. Adományok keresztül. We cannot sustain the effectiveness of the way it's gone. Nem tudjuk fenntartani a hatékonyságát azon a módon, ahogy ez pillanatban történik. We have made the same connection with the Chinese yesterday. Hasonló kapcsolatot hoztunk létre a kínaiakkal. You have to start looking after your foundation. El kell, hogy kezdjenek gondoskodni az alapítványukról. I have had enough in a way of supporting it. Sokat küzdöttem, hogy támogassam. We still carry on doing it. Még mindig ezt folytatjuk. And in so many ways, if we do not receive enough donation, sokféleképpen, hogyha nem kapunk elég mértékű adományokat, megint hív a közvetítő vonalban. Curtail on dollars or euros.
and this cannot sustain any, not even the internet cost of running the operation. Nem fogjuk tudni még az internet költségeket sem fedezni, hogy a működést azt tovább vigyük. So what we are putting it direct, foundation needs its supporters, people who come to be to listen. Amit kérünk, hogy az alapítványnak szüksége van, az emberek, akik jönnek és hallgatnak, to support the foundation. Hogy támogassák az alapítványt. It's we will stop step by step different parts of the Keshe Foundation. Apránként, lépésenként le fogunk állítani különböző részeit a Keshe alapítványnak. If we do not receive support. Hogyha nem kapunk támogatást. We have more to do and support other ways. Sok teendőnk van, és sok támogatni valónk van más módokon. I said the same thing to the Chinese last night. Ugyanezt mondtam a múlt este a kínaiaknak. In the meeting with the Chinese community. A kínai közösséggel való találkozás során. You come, you learn. Jönnek, tanulnak önök. You spend, you go to a cinema, you pay $10. Just... De ha elmennek a moziba, akkor elköltenek $10 vagy 2000 forint. Movies on for 257 sessions. Itt pedig kapják a mozikat 270 folytatásban. 253 sessions. 253 folytatásban. And it needs to be supported. És ezt támogatni kell. Szükség van a támogatásra. We come to another point. Egy másik ponthoz érkeztünk. And that is in the promotion what we saw with the articles with the what we call manufactured goods. If you amit láttunk a hirdetésekben, reklámokban, a legyártott termékekkel, elkészített termékekkel kapcsolatban. If you produce something that you think you can sell, is önök tudnak valami olyat termelni, amit úgy gondolnak, hogy ezt el lehet adni. Sellable goods with the plasma technology. És a plazma technológiából készültek ezek a termékek. That you want to make something on it. Amikkel önök akarnak tenni valamit. Send it to Italy. Küldjék el Olaszországba. To the Keshe Foundation Italy. Az olaszországi Keshe alapítványnak. And let them certify it. És hagyják, hogy ők megszerezzék a szükséges tanúsítványokat hozzá. And will be sold through Italian office, Italian, and you'll be. És ezt meg fogjuk oldani az olaszországi irodán keresztül. Be paid for what you ask if it's within reasonable and what Keshe Foundation can put through the system. És önök megkapják a fizetségül azt, amit önök kérnek, és hogyha az hogyha az méltányos, reális, megkapják az alapítványtól, az önök által két reális indokolt árat, vagy elfogadható árat. We want to show more and more applications of the technology. Szeretnénk több és több alkalmazását bemutatni ennek a technológiának. So if you have produced, as we saw with Stefano, then amit láttunk Stefanóval például, three-dimensional system, háromdimenziós rendszer például, and he would like to sell it, if he can be certified, it will be sold. Lehet tanúsítással, tanúsítványjal ellátni, tanúsítatni. We've seen a new system from Poland. Láttunk egy új rendszert Lengyelországból. This week, which will be in the magazine. Ezen a héten, ami a boltokban lesz. It works. Send it to Italy to be certified. Működik, küldjék el Olaszországba, hogy tanúsítattassák. And through Italy will produce, and you get the benefit by it. És Olaszországon keresztül lesz gyártva, és kapnak belőle egy jövedelmet. This is what it is. We have to show more and more applications. Több és több alkalmazást kell, hogy felmutassunk. Next week you will see a new product from Italy. Következő héten látni fognak egy új terméket Olaszországban. Next week we've been told you see three new products from us. Három új terméket fognak látni jövő héten tőlünk. Group. Az osztrák csoporttól.
And this is what we need to show more and more applications. And több és több alkalmazást kell, hogy felmutassunk. Then we'll see where it goes. If you produce something, put it in a box, send it to the Keshe Foundation. Ha tudnak elkészíteni, termelni valamit, tegyék be egy dobozba, küldjék el a Keshe Alapítványnak. You get the rest from wherever it comes to Italy. An Italian factory will see if az olaszországi gyár látni fogja. They can produce it. Hogyha le tudják gyártani. They can help you with it. Tudnak segíteni önöknek azon. And at the same time they can market it. And ugyanakkor tudnak marketinget készíteni. Certify it. It'll be lehet tanúsítványjal ellátni engedélyekkel. Be sold. Akkor el lesz adva. We put someone to look for new products. A year he hasn't found anything. Now we're going directly to public. Tehát valamikor megkértünk valakit, hogy keresen új termékeket, most közvetlenül a közönséget szólítjuk meg. If you have made ganzes, if you have made things which you apply, and if a ganzokat készítenek, vagy dolgokat készítenek, amiket alkalmaznak, works, és működik, and it can be certified once, és lehet rá tanúsítványt szerezni. Get the C certification for it to be marketed. Mert kapják rá a CE minősítést, tanúsítványt is lehet majd piacra dobni. And it helps the foundation and helps you. Ez segíti az alapítványt és segít önöket. And it spreads the knowledge that it is not just a few t-shirts and other things. És kiterjeszti a tudást, tehát nem csak néhány póló legyen, hanem egyik dolog. As we came to the images, what we saw again last year and this year, G20. Itt a G20-asról tart egy előadásrészt Meránkes. Javasolnám, itt tartsunk egy 15 perces szünetet, és utána folytatnám. Elnézést, a hangom nincsen rendben, tehát szükség van arra pici pihenőre, meg egy kis teját kortyogatni közben. A szünet előtt van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása az eddig elhangzottakról? Akar-e valaki szólni, vagy kérdezni? Senki többet? Köszönöm a türelmüket, 15 perces szünet az elmúlt, járt, és engedelmükkel ezt a G20-as, nem tudom, 5 perces részt egy pillanatra talán kihagynám, viszont összefoglalnám röviden, tehát miről is van szó. Nagyon fontos felfedezés ez, ami a múlt héten belett mutatva a vírusok kezeléséről,
most többet érthetünk meg belőle, a hogyanról és hogyan történik. Miért van szükség erre? A KES Alapítvány űrhajózási intézetnek a célja az, hogy az embernek lehetővé tegye, hogy a világűrbe utazhasson. Hogy ha jön a következő kihalási időszak a bolygón, akkor esetleg legyen esélyünk továbbvinni ezt a civilizációt, amit létrejött a bolygón. És nem csak az emberek számára, hanem a rengeteg állat, növényfaj számára is. És azt értenünk kell, hogy az űrben különböző veszélyek leselkednek az utazókra, és az egyik legnagyobb ilyen veszély a vírusok, amik nem mások, mint energiacsomagok. Tehát a világűrben baktériumokkal nem igen fogunk találkozni, mert a világűrben nem termelődik úgy fehérje, hogy baktériumok, bacillusok jöjjenek létre, mikróbák, viszont energiacsomagok azok vannak. És a vírus nem más, mint egy fehérjéhez kapcsolódó energiacsomag. De nem várhatunk arra, hogy majd az űrben majd kitaláljuk a megoldást arra, ami ott megbetegítheti az utazókat, hanem itt a Földön kell kidolgozni a módszert, és ismerni kell a megoldást, mielőtt nekiválnak egy űrutazásnak, ha eljutunk oda. Ellentétben a baktériumok kezelésével, amit a jelen tudomány ismer, az, hogy egy baktériumot egy nála erősebb energiával, egy antibiotikummal elnyomjuk, elpusztítjuk. Itt fordított módon alkalmazzuk az eljárást. Itt a vírusnál egy sokkal gyengébb anyagot viszünk be a szervezetbe, ez a plazmavíz, vagy a ganzvíz, amely rá van hangolva térerősségre arra a vírusra, viszont kisebb energiamennyiséget képvisel, és ott van az alaptörvénye a plazma folyamatoknak, hogy mindig az erősebb energiacsomag fogja táplálni a kisebbet. Így a vírus a leggyengébb hozzá kapcsolódóhoz fog kapcsolódni, tehát nem a testhez, hanem arra bevitt plazmavízhez, és azt próbálja erősíteni, miközben ő maga kimerül. És ami így elveszíti a zártalmasságát, megerősíti azt a plazmavizet, amit bevittünk a testbe, és ami marad energia a vírusból, az egyszerűen táplálni fogja a test többi sejtjét, energiát adva nekik. A megerősült plazmavíz pedig távozik a szervezetből. Azt már többször mondta oktatásokban Merenkes, hogy a plazmavíz alkalmazása az mindig olyan, hogy be is visszük a szervezetbe, és kívülről is egy fürdőként, vagy egy bespiccelésként alkalmazzuk. Így a test belsejében van egy erősebb plazmavíz, a külső térben van egy gyengébb, így megint a belsőből az energiákat kivisszük a kültérbe. Tehát röviden így foglalnám össze ezt a technológiát. Hatalmas változásokat fog hozni a tudományba, ha lesz elég kutató rá, akkor ki tudja, egy-két század alatt még rengeteget fognak fejleszteni, hogy minden lehetőséget kiaknázzanak ezekből a technológiákból. A cél az, hogy ne kelljen féljünk a vírusoktól, hogy le tudjuk küzdeni könnyedén a vírusokat, amelyek jelenleg sok halálos betegséggel lenyegetik az emberiséget, és nem csak az embereket, látják állatokat, növényeket is. A K20-as részt azt talán átugarnám most az idő rövidsége miatt. Megpróbáljuk azt a résznek találni, ahol a tanítás második része folyik, az élet létrejöttéről a Földön. The life of man is in totality a package of energy. We come to another point in our teaching, as we said. A tanításban egy újabb pontot értünk el, ahogy ezt mondtuk.
called and we call it the creation of life. Amit úgy nevezünk, hogy az élet létrehozás, az élet teremtés. The creation of life on this planet. Az élet létrejött ezen a bolygón. Is unique to this planet. Az egyedi, egyedi erre a bolygóra vonatkozóan. But a life which means repetition and sustaining a package of energy. De az élet, ami azt jelenti, hogy megtartása és ismétlése az energiacsomagoknak. That it can replicate itself. Hogy önmagát tudja reprodukálni. And sustain duration of time in a space. És hogy fenntartsa egy bizonyos időben a világűrben. Is not exclusivity of this planet. Az nem csak ennek a bolygónak a kiváltsága. As you've been with us through the educational part. Ahogy velünk voltak az oktatási részben. As you've been with every step by step of development. Amint velünk voltak ennek a fejlődésnek a minden lépésében. Of the Keshe Foundation. A Keshe Alapítvány fejlődésén követték lépésenként. You have done things, some of it yourself, and some of it to other teachings and understanding. Tettek valamit magukkal. Standing of the others. És megértették a többieket. Life is not exclusivity of this planet. No. Az élet nem csak ennek a bolygónak a kiváltsága. Away. Life can be created and sustained anywhere in the universe. Az életet meg lehet teremteni, vagy létre lehet hozni bárhol a világűrben. It all depends how you tap into the energy of the universe. Attól függ, hogy hogyan tudunk belekapcsolódni, vagy belecsatolódni. Vagy csapra verni a világegyetem energiáját. To sustain life. Hogy megtartsa az életet. Bárhol lehet létrehozni életet, és lehet fenntartani életet. Ha tudjuk a módját, hogy miként verjük csapra az egyetemes energiát. To sustain the duration of existence. Hogy fenntartsa az életet, hogy fenntartsa a létnek a továbbtartását, tartóságot. To be able to carry on, to be able to give and take from your environment. Hogy képes legyen, hogy tovább vigye az életet, hogy képes legyen, hogy adjon és vegyen a környezetből és a környezetnek. The cell of the skin of the man. Az ember bőrének egy sejtje carries for 28 days. 28 napig tud tovább élni. In totality, when is enough taken and given. Teljességben, amikor már elegendő vett és adott, that elevates the central station, what we call the soul of the man, hogy fölemelje a központi állomást, az ember lelkét, to mature to his position, hogy megérjen az ő helyzetére, then the body separates the physicality from this. Hogy a test, hogy külön váljon a lélek a testtől, central station now is matured, amikor a központi állomásra a lélek az már megérett. It's very much like you have an egg. Az nagyon hasonlít ahhoz, mint amikor van itt tojásuk. Inside
a chicken, more or less. Egy csirkén, egy tyúkban, többé kevésbé. It comes from a little. When it's ready. Tehát kicsiként kezd el fejlődni, és amikor készen van az a tojás, it's delivered. Akkor meg lesz tojva. It gets off. Mint egy fennakadás volt a kapcsolatban. All is nourishment from the chicken, from the body. The life of a man is more or less the same. És addig a táplálékát a tyúknak a testéből kapja. Az ember élete többé-kevésbé hasonlít ehhez a folyamathoz. We gather energy. Energiát kapunk, gyűjtünk. Now from this energy, és ebből az energiából, when it comes to the maturity of the soul of the man, it delivered. Amikor eléri az érettségét, hogy megszülethessen a lélek a testből, nem hogy elhagyja a testet, is delivered. Akkor az el fogja hagyni. Physicality which led to his creation. A testből, ami a létrehozásához, fejlődéséhez vezetett. But how does life, the mystery of the life, if it's from another planet? De miként teszi az élet? Az életnek a misztériuma, rejtélye, hogyha egy másik bolygón van, és megint van egy szakadás a kapcsolatban. Nagyon egyszerű. Térjünk vissza ezekhez a dobozokhoz. Itt Azerbajdzsán szólt, hogy megszakadt a kapcsolat. Kérjük, meg tudja ismételni? Yeah, you keep getting cutting off your voice, so we get disrupted. We don't. Folyamatosan megszakad a hangja, és nem kapjuk az egész mondatot. Do I get this interruption with everyone? Ez mindenkinél történik? Yes, I think so. Yes, it gets compressed and it comes back very quickly. We hear the sentence. Complete, but it's hard to hear because it comes through as a very fast sentence. All of a sudden, there's a bandwidth problem happening. Tehát Rick megoldja ezt a technikai problémát, hogy szakadás történik, és utána nagyon gyorsan kapjuk meg a mondat további részét, szinte érthetetlenül. Ez valami sávszélességi probléma az interneten. What's going on? So, one or two times, yes. So yes, I see. It tells me it's on a stable. It tells me it's on a stable network. That time I stopped talking. That time. Úgy látom, hogy jelentkezik nálam az, hogy instabil a hálózat, és akkor abba hagyom a beszédet arra az időre. So even when you talk about donation, you got this disrupted, so we didn't have of the donation stuff. All the donation is easy. We need to. Az adományoknál is megszakadt, nem vettük meg az egész üzenetet. Nations, if you want the foundation work to be under. Arról beszéltem, hogy ha akarják, hogy működjön az alapítvány, akkor támogassák adományaikkal. Very simple. Nagyon egyszerű. I stop supporting. Leállok a támogatással, személyes támogatással. I supported for 20 years. 20 évig magam támogattam. 18-20 évig. This organization needs backing by the people who come to watch the movie every week. Ezt a szervezetet támogatniuk kell azoknak az embereknek, akik hetente jönnek mozit nézni. And it needs to be continuous, just not one up. És folyamatos kell, hogy legyen. It has, and it needs a lot. Szüksége van, és nagyon sokra. Oh, thank you very much. Köszönöm szépen.
and that's what is your job. I'll do my job. Ez az önök dolga. Én megteszem az én dolgomat. Come, I teach every week. Jövök, tanítok minden héten. For the foundation, every way. Minden módon támogatom az alapítványt. But now you have the foundation. People have to. You care about you. It's something you believe in. You do. Az alapítvány emberek önök. Is to be supported. Törődnek vele, akkor kell, hogy támogassak. I've done 18-20 years of it. I've put millions into it. 18-20 éven át magam tettem, milliókat tettem, fektettem be. And I still carry on as far as we can support to support. És még mindig tovább viszem, amennyire tudok támogatni, támogatom. But in a way, while I'm pulling out, for you to start accepting the responsibility. Egyféleképpen, hogyha valaki kivesz, akkor el kell felelősséget, ha kivesz belőle, akkor felelősséget is kell, hogy vállaljon helyette. Every aspect we financed, well done in every shape or form. Minden formában, minden aspektusban támogattam. But it's come to the point. De eljutottunk arra a pontra. You want to be part of it, you want. Azt akarják, hogy részesei legyenek. Want to teach, you want to be there. Akarják, hogy tanítsuk önöket. You need to contribute towards it. Akkor kell, hogy hozzájárjanak az irányába. The running cost of the Keshe Foundation on a weekly basis. Hetente a Keshe Alapítvány működtetésének a költségei. Literally every day, every 24 hours. Minden nap, minden 24 óra. Runs just about $1,000. Naponta körülbelül $1,000 kerül. There are people in the background work, the everything else which is in there. Vannak emberek, akik a háttérre dolgoznak, meg minden más, ami ott van. And I paid and I still pay, but és fizettem, és még fizetem. I'm pulling out because kivonulok. As it seems I'm the only one, I just come here to chat and other people like to. Mert úgy látom, hogy egyetlen vagyok, aki ezt teszi. Enjoy it and make. Sokan vannak, aki ezt csak élvezik. System with it and make medical system charge people. És csinálnak, készítenek orvosi rendszereket, egészségügyi rendszereket, és pénzt szednek be az emberektől ebből a tudásból. For 5,000, 10,000 for treating each other. Több ezret kérnek azért, hogy dollárt, eurót, hogy egymást kezelgessék. És doing all sorts of things, but mindenféle dolgot hoznak. Nothing comes to the foundation. De a piacra, de semmi se jön be az alapítványba. This one, the movie. This movie has been on for 253 times. You look how much you pay. Pay $5, $10 for a movie. This one, how? Tehát most a 253. előadás után megtekintettek, nézzék, mennyit fizetnek, hogy így filmet nézzenek a moziba. $1,000 up to now. You had a free move. But now it's time. Pedig ingyen volt a mozi. For you to support. De most itt van az ideje, hogy önök is támogassák. And if it don't receive the support, I. És ha nem kapjuk meg a támogatást. As I've done, I start curtailing everything off. Akkor elkezdem megkurtítani, vagy megnyírbálni a. Because there are people who depend on us on their lives. Mert vannak emberek, akik rajtunk múlnak, és az életük rajtunk múlik. And it's not getting supported. You. És nem kapják meg a támogatásukat. Come here. Have you ever asked how come all these things are here and everybody is here every week is done? Ide jönnek, hallgatják, és nem csodálkoznak azon, hogy ezt minden héten megteszik, minden héten megkapják ezt. And then it becomes my fault, my problem. So. A végén az én hibám, az én problémám lesz. I taught enough, 253 teaching. Tanítottam eléget, 253-255 tanítást. Is enough. And if you need it, you want to be part of it. És hogyha kell, és hogyha részesei akarnak lenni. You got to support it. Doesn't matter. Kell, hogy támogassák. How it comes, and if we cannot, if I die tomorrow, the teachings has to stop.
ha meghalok holnap, akkor meg fog állni a tanítás. If the Canadians do to me what they've done to this Chinese scientist, nézzék, a kanadaiak mit tettek ennek ezzel a kínai tudósnak. The knowledge stops. Or you're going to gather and find another foundation to do, or you run this foundation to share knowledge with each other. Akarják a tudást, akkor kell, hogy támogassák ezt az alapítványt, hogy tanítsák egymást. I have a physical life. Van egy fizikai életem. And what happens to an end? És mi történik, ha az véget? It's gone, it's finished, the show is over. Akkor vége van az előadásnak? Anyway, we go back to the teaching. Akárhogy is visszatérünk a tanításra. As I said, if you go back to the beginning of the work of the foundation, ha visszatekintünk a Keshe alapítvány munkájának az elejére, kezdeteire, the very first thing you did, az első dolog, a legelső dolog, amit önök tettek, most of you who became attached to this knowledge, legtöbben önök közül, akik hozzá csatlakoztak ehhez a tudáshoz, you did something very, very strange. Valami nagyon-nagyon furcsát tettek. You put a little plate here and you put a little plate there. Tettek egy kis lemezkét ide, egy kis lemezkét oda. You put some salt water in here. Egy kis sós vizet helyeztek be. And you nanocoated one of these plates. És az egyik lemez nanobevonatolták. Nanobevonatot hoztak létre az egyik lemezet. You put nanocoating here. And what nanobevonatot helyeztek ide. What did you do? You connected a wire, maybe a little bit load. Akkor összekötötték egy húzallal, talán tettek egy kis terhelést rá. And you start collecting ganzes here. És elkezdtek ganzokat gyűjteni emitt. But the operation of creation of gans in the cycle of the life of the man, de a ganz termelése az embernek az életének a ciklusában, is not the important part of this box. Nem a fontos része ennek a doboznak. The most important part of this box. Ennek a doboznak a legfontosabb része is this little chap right on the top. Az ez a kis valami itt a tetején. The amino acid. Az aminosavak. The fat. Az a zsírszerű anyag. For the first time we először have shown that mutattuk be, tehát mi mutattuk be először, that we can create amino acid. Hogy létrehozhatunk aminosavakat. Beginning of life. Az életnek a kezdetét. The origin of life. Az életnek a forrását. And the extension of life. Az életnek a kiterjedését. Now. Most. Here you had a copper. Itt volt egy rézlemez. And you had a zinc. Itt volt egy zinc vagy horgony. You had one type of acid. És így nyertek egyfajta aminosavat. The next box. A következő dobozban. You made zinc and zinc. Horgonyt és horgonyt, vagy zinket és zinket használtak. But you still received, you saw the fact. De még mindig nyertek egy ilyen zsírszerű réteget. And you still collected your ganzes. És még mindig gyűjtöttek valamilyen ganzot. This amino acid is different than this amino acid. Ez az aminosav eltér a másik aminosavtól, különbözik a másik aminosavtól. Then you made another box. Majd készítettek egy másik dobozt. And then another box, and all of them. Meg egy másikat, és mindegyiken. Shows you amino acid. Megmutatkozott az aminosav.
Now, these amino acids, in one of them you decided to put a piece of iron in. Most ezeknél, az aminosavaknál, az egyikbe önök eldöntötték, hogy behelyeznek egy vas darabot. And putting that rusty iron, és azt a rozsdás vasat behelyezvén, gave you the blood. Vért nyertek. Which you saw dripping. Amit láttak, hogy csöpög róla. So now you notice a combination of metals. Most észrevehették, megjegyezhették, hogy a fémeknek egy bizonyos kombinációja. Copper and nano-coated another part gave you a new product. És egy nanobevonatolt másik rész egyféle terméket adtak önöknek. A connection of life with a metal. Egy kapcsolat az élethez egy fémen keresztül. Egy fémát. Hemoglobin. Hemoglobin. So, what you have gathered in the process of oceans which continuously have this, they have a salt in them. Tehát ezt, amit nyertek, ami folyamatosan történik az óceánokban, amelyekben só van. And you have all the metals floating in them. There is bennük van az óceánokban az összes fémek. More gold in the oceans floating. Több arany van az óceánokban. That is in the land. Mint amennyi a szárazföldön. Man has not found out how to extract it. Csak az ember nem jött rá, hogy hogyan nyerje azt ki. When you go in the sea and you gulp a mouthful of water, sea water, you... Amikor a tengerhez mennek, vagy az óceánhoz, és gyűjtenek egy adag vizet, already swallowed some gold, you become more expensive. Amikor nyelnek egy korty vizet az óceánból, bocsánat, akkor már egy kis aranyat is lenyeltek, és így drágábbaká váltak. So, what you have to understand, now the creation of life has become through the interaction of all these amino acids. Hogy az élet létrehozása létrejötte, ezeknek az összes aminosavaknak a részvételével történt, a kölcsönhatásával történt. Here, when the metal iron touches the amino acid, itt, ahol a vas, fémes vas hozzáér az aminosavhoz, it creates one. So now the a sajátját termeli hemoglobint, it's become part of it. És most ez is részévé válik. You have a mixing machine. Van egy keverőgépük, egy mixerjük. And this mixing machine is called the ocean, the waters. És ezt a keverőgépet úgy hívják, hogy az óceánok, a vizek. So these things have mixed and mixed over time. Ezek a dolgok az idő során keveredtek és keveredtek. One by one, coming egyenként together. Összegyűltek, összejöttek. Még itt szakadás van, elnézést. Together. But what you had as a common denominator? De mi az, ami itt volt önöknek, mint egy közös nevező? As a protein. Mint egy fehérje. Now, in the mixing machine of most ebben a life, az életnek a keverőgépében becomes the first stage of life. Az életnek az első stádiumává válik. Az életnek az első állapotának válik, vagy első állomásává válik. Then this first stage of life. Majd ez az életnek az első állomása. Has to decide how it distributes. El kell, hogy döntse. How it collects,
how it discharges. Hogy hogyan terjeszt, hogy hogyan gyűjt, hogy hogyan bocsát ki. How it allows different things to be done. Hogyan teszi lehetővé, engedi, hogy különböző dolgok történjenek. That it can guarantee his life. Hogy tudja garantálni az életét. We call one the kidney, we call one the lung. Az egyiket úgy hívjuk, hogy a vese, a másikat úgy, hogy a tüdő. We call one intestine. A másikat úgy, hogy a helyrendszer. One for the liquid, one for the gas. Egyiket a folyadékoknak, egyiket a gázoknak. And one for the solids. Egyiket a szilárd állapotú dolgoknak. Three states of matter on this planet. Három anyagállapot, ami van ezen a bolygón. Tehát vese a folyadéknak, tüdő a gáznemű dolgoknak, és a belek a szilárd dolgoknak. The air we breathe, the gaseous. A levegő, amit beszívunk, az a gázos része. The water which is on it, the liquid. A víz, ami ott van, az a liquid. Folyadék. And the solid matters of it. És a szilárd anyagai. Which is all the minerals and metals and what. Mik az összes ásványok és fémek. The rest. So the body of the man has been originated from this planet. Tehát az embernek a teste erről a bolygóról származik. Ezen a bolygón jött létre. But in the cycle of evolution of time. De az evolúció időben történő evolúciónak a során, as each protein has found a new dimension, amint mindegyik fehérje talált egy új dimenziót, new circle, new power point has found egy új kört, egy új erőpontot, found out how this power point can do, needs to discharge itself. Rájött, hogy mi ez, ez mit tud csinálni, mit tud tenni, és valahogy kell, hogy kisüljön valahogyan. It needs a common denominator of itself. Szüksége van egy saját magának egy közös nevezőjére. It needs a material that it can float inside it. Szüksége van egy anyagra, hogy tudjon úszni, lebegni annak a belsejébe. Excuse me one second. Elnézést, egy másodperc. Thank you very much. The phone has been found. A telefon megkerült. So in this process, ebben a folyamatban, we see, we understand, látjuk, megértjük, that life on this planet, hogy ezen a bolygón az élet, is the creation of this planet. Ennek a bolygónak a teremtménye. When the earth moves more to the center, to amikor a föld inkább a központ felé mozdul el, was the sun, we get a nap irányába, the new proteins. Egy új fehérjéket nyerünk. A
and try to adapt it to guarantee its survival. És megpróbálja adaptálni azokat, éleszteni azokat, hogy garantálják a túlélést. So the next generation, a következő nemzedék, in a million years time, when 1 millió éves idő közben, we are closer to the sun, akkor közelebb kerülünk a naphoz, and we have the possibility of high energy packs, és lehetőség támad nagyobb energiacsomagokra, higher elements, magasabb elemekre, like plutonium and uranium or whatever, mint plutónium, uránium vagy akármi, it could be become part of a structure of life, azok az életnek a részévé válnak, because life will guarantee survival at it, mert az élet fogja garantálni annak a tovább tartását, túlélését. Életben maradását, tovább élését. It mutates. És mutálódik. Most probably, if we look at the remains of the first man or the first animals, first creations. És valószínűleg, hogyha megtekintjük az első állatokat, vagy a korai embereket, millions of years, millió évekkel ezelőtti élőlényeket, well, the bone structure is different than, a csont szerkezete különbözik a maitól, our bone structure in composition, és a szén összetétele megváltozott, because there were different elements available at that time, mert más elemek voltak elérhetőek azokban az időkben. Under different pressure and condition. És különböző nyomások, különböző létfeltételek voltak. So, when we look now that we understand the creation of amino acids. És most, hogyha megnézzük, sértjük az aminosavakat, létrejöttét. On the top layer of your boxes. A dobozaiknak a felső rétegén. You have started becoming the master of creation of life. Így önök elkezdtek az élet létrehozásának a mestereivé válni. Change the salinity. Megváltoztatják a sótartalmat, different protein, más fehérjét kapnak, change the amount of different material, megváltoztatják a különböző anyagoknak a mennyiségét, different position, different, újabb különböző pozíció, different condition, különböző feltételeket nyernek. If the saltiness is less, ha kevesebb a só benne, you get a sweet water fish, akkor egy édesvízi halat kapnak eredményként. If it's a more salty, ha sósabb a víz, you get a ocean fish, akkor egy óceáni halat kapnak. Catapult fish. Taste different. Más az íze. Structure different. Más a szerkezete. You create the more pressure on, nagyobb nyomást hozunk létre. This amino acid, which has got in the deeper part of the ocean. Ez az aminosav, ami az óceán mélyebb rétegeiben jelenik meg. You create a different structure of the fish. Akkor a halnak egy másmilyen szerkezetét nyerik, más struktúráját. Because it has to stand more pressure, it has to have a more compact, but mert nagyobb nyomás kell, hogy kibírjon, kompaktabbnak kell lennie. Still is halfway between the white and red meat. De még mindig félúton van a fehér hús és a vörös hús között. Like tuna. Mint a tonhal.
the tuna fish, a tonhal, when you look at the structure of it, ha megnézik a szerkezetét, it's not white meat and it's not rich in the red meat as we. Nem fehér hús és nem vörös hús. We have as an animal. Mint amit az állatoknál látunk. But it stands a new compression. De elbír egy újabb nyomást. So the pressure, atmospheric pressure of the ocean. Tehát a nyomás, az óceán légkörnyomása, környezeti nyomása. Forces it to. Kényszeríti, create a new condition to stand. Hogy egy új körülményt hoz létre, aminek ellen kell állnia, amit ki kell állnia, ki kell bírnia. So you look into the structure of the flesh of the tuna and megnézik a tonhalnak, a húsának a szerkezetét. You see what is needed to stand high compression. Akkor azt látják, hogy mire van szükség, hogy a nagyobb nyomást kiállja. In the liquid state. A folyadék közegben. Folyékony közegben. And then you look at the animals inside the planet Earth in the solid part. És akkor megnézhetik az állatokat a bolygónak a szilárd részében. How do they live? Why don't they need a bone structure? Miért nincs szükségük egy csontszerkezetre? Hogyan élnek? But if you look at them, they all have the brain, the control system, they all have their kidney system to get rid of liquid. Meg lesz az agyrendszerük, az irányítás, meg lesz a vesélyük, hogy a folyadék ki tudják bocsátani. And the oxygen side for breathing, the lungs and everything else. Meg az oxigén rész, meg a tüdők, meg minden más. So when we look at this structure we call the human body, amikor megnézzük ezt a szerkezetet, az emberi testet, hasn't come from outside. They all have the brain, the control system, they all have their kidney system to get rid of liquid and the oxygen side for breathing, the lungs and everything else. So when we look at this structure we call the human body, it hasn't come from outside. Elnézést, nem értettem, hogy az emberi testnek milyen van kívül. Ha valaki jobban érti, akkor segíthet. We are as earthly as the earth can be. A lehető legföldiebbek vagyunk, olyan földiek vagyunk, amennyire csak földiek lehetünk. And if we understand this, és hogyha megértik ezt, no one, senki, no aliens ever brought life onto this. Semmilyen földön kívül idegen nem hozott valaha is akármilyen életet erre a földre. This planet is the intellect to survive, to multiply itself to different things and az elmének a dolga az intellektusnak, hogy tovább éljen, hogy sokszorosítsa magát. Creating different disposal unit. Különböző ilyen kiválasztási egységeket hozzon létre. Needs intelligence. Ehhez intelligenciára van szükség. Needs coordination. Ehhez koordinációra van szükség. Needs understanding. Ehhez megértésre van szükség. And that has given the what we call the world of horizontal animals intelligence. És ez az, ami a úgynevezett vízszintesen közlekedő állatoknak az intelligenciáját nyújtotta. To survive. Hogy túléljenek, tovább éljenek. And those who have a different, what we call ground level, height. És azok, akiknek van egy bizonyos magassága. Different intellect. Másmilyen intellektusa, más értelmi szintje van, mint azoknak, akik alacsony szinten vannak.
man has managed to evolve. Az ember az elérte, hogy fejlődjék. Stand up and lie down. So we have a spectrum of fields. Föl tudunk állni, le tudunk feküdni, egy egész a mezőknek egy egész spektrumával rendelkezünk. And this spectrum of fields has created certain challenges. Stand up and lie down. So we have a spectrum of fields. And this spectrum of fields has created certain challenges. És a mezőknek ez a spektrum egy bizonyos intelligenciát hozott létre. We are not made or brought up into this life on this planet. Nem hoztak be valahonnan ennek a bolygónak az életébe. We are the creation of this planet. Nem ennek a bolygónak a teremtményei vagyunk. Now that we understand the whole plasma technology. Most, hogy értjük az egész plazma technológiát. And in a time when man matures to understand the whole ratio of the salinity. És időben, amikor az ember meg fogja érteni a teljes rációját a sótartalomnak, vagy arányait a sótartalmaknak. The whole ratio of the energy transfer in the proteins. A teljes viszonyát a fehérjék teljes spektrumának. Man will create man of himself. Az ember létre tudja hozni saját magát. Creating organs without origin. Hogy létrehozzon szerveket külön származás forrás nélkül. Of a life. Tehát egy életnek a forrása nélkül létre fog tudni az ember jövőben különböző szerveket, hogyha megérti a sóknak az arányait, még a nyomásoknak az arányait, még a fehérjéknek az arányait. Creating life in replication of life. Tehát életnek a létrehozása, mint az életnek a replikálása, a másolása. These are where the man will mature to understand. Ezek akkor történnek meg, hogyha az ember megérik ahhoz, hogy ezt megértse. Because in space, if the mivel a világűrben man wants to stay physical, az ember ott akar testben létezni, needs this understanding. Szüksége lesz erre a megértésre. We need to understand the truth about ourselves. Meg kell, hogy értsük az igazságot önmagunkról. And in that process, the knowledge seekers of the future, és abban a folyamatban a jövőnek a tudáskeresői, will add to the knowledge how to create life. Hozzá fogják adni a tudáshoz azt, hogy hogyan hozzunk létre életet. How to extend life. Hogyan hosszabbítsuk meg az életet. How to be able to replicate life. Miként legyünk képesek, hogy replikáljuk, hogy utánzatot készítsünk az életről. And in so many ways. És sokféleképpen.
have the viruses have been a blessing to man. A vírusok talán egy áldás voltak az embereknek. Where they have delivered a massive energy that we could. Ahol egy hatalmas energiát nyújtottak az embernek. Could go through the conversion. Amely átment a konverzión, az átalakuláson. All the viruses are not dangerous. Nem az összes vírus veszélyes. What we call packets of energies. Aminek nevezzük őket energiacsomagok. Man receives different packets of energy from different part of the universe. Az ember különböző energiacsomagokat kap a világegyetem különböző részeiből. But there is one mystery in the world of creation. De van egy nagy rejtély a teremtés világában. And that is. És az? In essence, the soul of the man. Lényegében az ember lelke. Is created by the man, which we. Az ember által lett létrehozva. We have shown it has. Megmutattunk. Scientifically, we understand how it's created. Tudományosan megértjük, hogy hogy lett létrehozva. But. De. There is one mystery. Van egy rejtély. Which we open knowledge of man. Amire megnyitjuk az embernek a tudását. And this is az, for man to find out in the future. Az, amit az ember a jövőben kell, hogy megtaláljon, felfedezzen. In the time to come when he matures. Idővel, amikor megérik. What this mystery is. And hogy megértse, mi ez a rejtély. How he solves this mystery for himself. És miként fogja megoldani ezt a rejtélyt saját maga számára? In the drinking systems. Az ivó rendszerekben, vagy itató rendszerekben. You put different ganses. Különböző ganzokat helyeztek ide. And with it, you transferred the essence of the orange. És azokkal áthozták ide a narancsnak a lényegét, az eszenciáját. Into the water. A vízbe. The point for you is. A kérdés önök számára az. In transferring this essence that he gave you the taste to smell. Miközben átvitték ezt az eszenciát, ami megadta az illatot és az zamatot. Could you create the orange in this water? Létre tudják-e hozni a narancsot ebbe a vízbe? Or do you just carry the essence of its existence as fields? Vagy csak a narancsnak az eszenciát, a lényegét hordozzák itt, mint mezőket. That then it can manifest itself as orange. Hogy majd azok a mezők meg tudjanak nyilvánulni, mint egy narancs. Now the mystery for man is bigger. Most az ember számára ez a rejtély nagyobb. In the oceans of this planet. Ennek a bolygónak az óceánjaiba. We have made the cups. Létrehoztuk ezeket a csészéket, kelyhek. And we have made the availability of all the fields through what we just explained, the amino acids. És létrehoztuk az elérhetőséget az összes mezőknek, amik az aminósavakat hozzák létre. Has the soul of being in the universe has transferred itself in the dimension of the soul of the man? Vajon a világegyetemnek a lelke
áthozta ide a saját lényegét. De erre a bolygóra. The same as we did with the orange. Hasonló, mint ahogy a narancsot tettük. Has the oceans of this planet? Vajon a, ennek a bolygónak az óceánjai? Have become the cup. Ezzé a kehelyé váltak-e? For transmutation of the essence of creation of the soul of the creator. Hogy áthozzák a lényegét, az eszenciáját a teremtő lelkének. The soul of the man. Az ember lelkébe. Elhozták-e a teremtő lelkének a lényegét ide az ember lelkébe vajon? And the answer is yes. És a válasz igen. Now you understand why so much I go back onto the cup and the orange. És most érthetik, hogy miért olyan sokszor térek vissza erre a kehelyre és a narancsra. I made man in the image of myself. És teremtém az embert a saját képemre és hasonlatosságomra. There is no difference, it's just the size. Nincs különbség, csak a méret más. There is no difference, the body of the man is container of ganzes. Nincs különbség, az ember teste is egy ganzokat tartalmazó tartály. The spectrum of different men. Különböző ganzoknak a spektrumát tartalmazó. Now you understand why we have come to this point of teaching today. Most érthetik, hogy miért tértünk rá erre a pontra a mai tanításban. Are we in essence creation of this planet? Lényegünkben ennek a bolygónak a teremtményei vagyunk-e? And as we become part of the creation of this planet, és miként részeivé válunk ennek a bolygónak a teremtésének, in dimension of the dynamic plasmatic field, a dinamikus plazma mezőknek a dimenziójában, do we create the same condition that our létrehozzuk-e ugyanazt a létállapotot, vagy létkörülményt? Body and our oceans become the same as the orange. Hogy a testünk meg az óceánunk ugyanaz lesz-e? And a cup. A narancs és a csésze. And the replication of the essence of the life of the creator. És a teremtő létének, életének a lényegének a replikációja, utánzata. In the body of the man. Létrejönni az ember testében. But we only take from it the spectrum which fits us. De csak azt fogadjuk magunkba ebből a teljes spektrumból, ami illik hozzánk, ami illeszkedik hozzánk. As we don't have the totality of the spectrum of the universal energy, mivel nem rendelkezünk a világegyetem energiáinak a teljes spektrumával,
we cannot touch the totality. Nem tudjuk megérinteni a teljességet. Totality of the fields of the soul of the creator. A teremtő lelkének, a mezőinek a teljessége. We might fit at this point. A teljességéből ebbe a pontba illeszkedhet. Teremtő mezőinek a teljességéből talán ez az egy pont, ami itt illeszkedhet, ha jól fordítom. Now we come to essence of understanding. Is there a creator? És most oda jutunk a megértésnek a lényegéhez, eszenciához, hogy létezik egy teremtő. Or in essence of understanding transfer, vagy of energy, az energia átadás eszenciának a megértésében, we become part of the essence of the creator. Részeivé válunk-e, a teremtő eszenciának. So, even though in physical dimension, még akkor is, ha a fizikai síkon, we are created on this planet. Még ezen a bolygón lettünk teremtve. The physical body of the man, az ember fizikai teste, has its origin, and rendelkezik a saját eredetével, and his essence is created by this planet. És lényegében ezen a bolygón lett létrehozva. But then it comes one point. De amikor eljöttek, pontos. At a point of the separation, or what we call death, az elválás, szétválásnak a pontján, amit halálnak nevezünk, as this has the matching point the same as this, mivel ennek itt van egy illeszkedő pontja emitt, mint ahogy annak amott is, would the essence of the creation will move towards the creator. Elmegy-e a teremtésnek az eszenciája a teremtő felé. And become part of it now. És hogy részévé válik. Does not have the physicality. Amikor már nem rendelkezik a testre. Do we meet our creator? Or találkozunk-e a teremtőnkkel? Do we become close to the creator of our own? Vagy közel kerülünk magunk teremtőjéhez. The dimension of the soul of the man according to his strength. Az ember lelkének a dimenziójába, az erősségének megfelelően. Man has got a lot to learn. Az embernek sok tanulni valója van. Az embernek sokat kell tanulni. And a lot to understand. És hogy sokat kell értenie, sokat kell megértenie. And it has to be open enough. És eléggé nyitottnak kell lennie. Not to be prejudiced, to draw a line and a point. Ne legyen elfogult. When he understand is part of the bigger part. Amikor megérti egy pontra, amikor megérti, hogy ő része egy nagyobb valaminek. Not to be humble, but to be understanding. Nem alázatos legyen, to be humble, hanem hogy megértse, és azáltal legyen alázatos.
ne csak ne egyszerűen alázatos legyen, hanem a megértés vegye rá, hogy alázatos legyen. This is where the teachings, the knowledge seeking ez az, ahova a tanítások, a tudáskeresés comes to seek the knowledge of the Creator, not the physicality of the man on this planet as we done up. And feeling it, and being part of it, Dan is part of the bigger part. Not to be humble, but to be understanding, to be humble. This is where the teachings, the knowledge seeking comes to seek the knowledge of the Creator. Ez az, ahol a tanítások, a tudáskeresés keresi a Teremtő ismeretét, tudását. Not the physicality of the man on this planet as we done up. Nem az emberi testnek a fizikalitását, fizikai síkon való megjelenését, ahogy eddig tettük. We seek the knowledge of the creation by the Creator. Az ember keresi a Teremtő tudását a Teremtő által. Then man can live in any dimension. Majd az ember létezhet bármelyik síkon, bármelyik dimenzióban. Across this planet. Az egész bolygón. And this universe. És ebben a világegyetemben. And the universe as which it comes. The teachings, does not need contemplation, understanding to be humble. This is where the teachings, the knowledge seeking comes to seek the knowledge of the Creator, not the physicality of the man on this planet as we done up. We seek the knowledge of the creation by the Creator. Then man can live in any dimension across this planet, and this universe, and the universe as which it comes. Újra hallgattam, and the universe, valami, it comes. Nem értettem, elnézést kérek. Sottogva lett kimondva. Does not need contemplation. Nincs szükség elmérkedésre. It needs essence of understanding. Nem szükség van a megértés lényegére. Feeling it. Megtapasztalásra, megérzésre, tehát érezni kell, tehát nem merengeni kell, nem elmélkedni kell, nem érteni kell, érezni kell. Being part of it. Részeként lenni. And to be proud to be that part. És büszkének lenni, hogy részei vagyunk. Now, most is the body of the man, is the existence of life of a man. Vajon az ember teste, vagy a életének a létezése. A composite life of the physicality of this planet. Egy összetett, egy kompozit léte, ennek a bolygónak. And
replication of the strength of the power of the Creator in this. És a teremtő lényegének egy részének a utánzat, a replikációja. And when at what point reach és mikor és melyik pontban just the point of maturity éri el az érettségének azt a pontját that we leave the dimension of the physicality hogy elhagyjuk a fizikai síkot to become the essence of one's own hogy saját magunknak a lényege eszenciává válva without attachment testhez való kapcsolódás nélkül, vagy ragaszkodás nélkül. We saw the creation of the amino acid. Láttuk az aminosavnak a létrehozását. And the oceans of this planet. And those who did not mature to ennek a bolygónak az óceánjaiban become a living things in the right condition. És azok, akik nem váltak egy élő dolog, megfelelő körülményekben, körülmények alatt, they became what is known as the oil fields. Azzá váltak, amit úgy ismerünk, hogy az olajmezők. What we call a crude oil. Vagy amit úgy hívunk, hogy nyersolaj. And other things. És más dolgok. And those conditions which are created. És azok a körülmények, amelyek létrejöttek hozva. Has that creation of life and does everything. Az életnek a létrehozásához vezettek. Seconds of this walking of this planet. As we explained in the teaching. Ahogy elmagyaráztuk a tanításban. The red sands of deserts of Africa. A vörös homokok, az afrikai sivatagok, on the Atlantic Ocean, in az Atlanti óceán, interaction with the amino acid, az aminosavakkal való kölcsönhatás során, which is created on the surface of the ocean, ami az óceán felületén történik, jött létre, leads to creation of life, az élet létrehozásához vezetnek. Plankton. In North China Sea, the északi kínai tengerben same cycle repeats. Ugyanaz a ciklus ismétlődik. Pacific Ocean, csendes óceánban receives nourishment through a csendes óceán the same process, but hasonló folyamaton keresztül kapja a táplálást. This time, the iron, de abban az esetben a vas stop being blown by the sand is washed into the sea. Az, ahelyett, hogy a szél fújná bele, a vizek mossák bele a vasat. And then in interaction with the amino acid of the ocean, az óceán aminosavéval való kölcsönhatás során leads to creation, and that's why a teremtéshez vezet. The Pacific, what we call North China Sea, and that's ezért a csendes óceán, vagy az északi kínai tenger side is, and the Canadian side is so rich with life. Annyira gazdag életben. Because plankton's continuously created this way. Mert folyamatosan jönnek létre ezek a mezők. Is it packs of amino acid? Aminosav csomagok. In the dimension of physicality. A fizikai síkban, fizikai dimenzióban. And it's more powerful than eating a kilo of meat. És ez erősebb, mint megenni egy kiló húst. Because it's already in an energy dimension. Mert eleve egy energia dimenzióban van. Has not converted fully into. Nem konvertálódott teljesen. To matter state. Anyagi állapotba.
that you need to break it up. So when you digest it, hogy fel kéne daraboljuk, hogy amikor megemésztjük, the digestion is faster. Suttogó szavakat nem értettem. A tiszta energiacsomagokként kerül a fehérje a tengerekbe, óceánba. Fast energy transfers. Gyors energia átadást biztosítanak. But at the point it comes. De egy másik dolog történik. If that was the story of the man. Ha ez volt az embernek a története. In the same ocean. Ugyanabban az óceánban. The fish with the soul. Élnek a halak a lelkükkel. So does the cat. Ugyanúgy történik a macskával. It goes back into the first Universal Council video we just watched. És ez visszatér az első egyetemes tanás videóra, amit láttak már. Do they all shine when the creator is blind to the shape of the physicality? Egyformán ragyognak ezek a lelkek, amikor a teremtő vak vagy nincs tekintettel a testi formára. Ugye a videóban van egy rész, amikor Meránkes mondja, hogy azok számára, akik a fizikai síkot nem látják, a lelkeket úgy látják, mint a csillagok lennének. És a bolygónk úgy néz neki számukra, mintha egy galaxis lenne ragyogó csillagokkal. Minden lélek egyformán ragyog. Erről van szó ebbe az utalásban. But don't forget, when we spoke about... De ne feledjék, amikor... The viruses. A vírusokról beszéltünk. And the way the viruses with a little thing. És annak a módjáról, ahogy a vírusok azzal a kis dologgal. Depleting the energy of the virus. Kimeríti a vírus energiáját. A bigger energy pack for them to survive and get bigger. És energiát kap a vírustól, hogy túl tovább éljen és nagyobb növekedjék. With all the created things in the universe. Az összes teremtett dologgal a világegyetemben. How big is the soul of the creator? Milyen nagy, mekkora nagy a teremtő lelke? That can support life not on this planet. Hogy képes az életet fenntartani nem csak ezen a bolygón, but across the universe. Hanem a világegyetemen keresztül. And because they are the smaller, it can be. És mivel vannak azok a kisebbek, ezért tud létezni. Nourished. És ezt által tud táplálkozni. Then, when you can detach from the physicality, és amikor el tudunk válni a fizikai síktól, that you can understand the dimension of release of the soul of the man, amikor megértjük az embernek, a lelkének a síkját, dimenzióját, you are in touch and you are part of the field of the universe, akkor kapcsolatban vannak és részei a világegyetem mezőivel, in line with the soul of the creator. A teremtő lelkével egy vonalba. Then you can elevate yourself. És akkor fel tudják emelni önmagukat. Then you decide the dimension of physicality. Majd önök döntik el a testi dimenziójukat. If you ever decide ever to, ha valaha is olyan döntést hoznának, to become physical again, hogy újra fizikai létet válasszanak. Because don't forget, mert ne feledjék, the intelligence and the feeling and emotion has not died when az intelligencia, az érzések és az emóciók nem halnak meg. The physicality is separated from, amikor a testiség az különválik a lélektől. Soul of the emotion and physicality, az emóciók, a kedély és a testi rész,
and pain and love was learned from the soul of the man. Azokat mind az ember lelkéből lettek megtanulva, az ember lelkéből tanultuk. Not by the physicality. Nem az ember testéből. So is the essence of it, does not need physicality. Igen, az eszencia és nincs szüksége a fizikalitásra, testiségre. Physicality to fall in love. Ahhoz, hogy szerelembe esik. To have a partner, hogy legyen egy partnerje, to create another dimension of life, for example, hogy létrehozzon egy új életdimenziót saját magának, in conjunction with transformation and transportation of energies from one to another. Az egymás közötti energiák átadásának a körülménye alatt. I decide where the soul which is in parallel with me. Én döntöm el, hogy a lélek, ami párhuzamban van velem, to exist according to dimension of existence. Hogy létezzen a dimenzió, a létezés dimenziónak megfelelően. In the universe. A nagy világegyetemben. As I have the dimension and control, the feeling and understanding. Amikor rendelkezem a dimenzióval és az irányítással, az érzéssel, a megértéssel, of the totality of what a man feels in his physicality, annak a teljességnek, aminek az ember érzi magát a testében, is the feeling of the soul of the man itself. Az a, az ember lelkének az érzése. A made man in the image of myself. Teremtém az embert saját képembe. How could man, hogy tudna az ember, in physical dimension, fizikai síkban, fall in love, szerelembe esni, when the soul is never aware of love. Amikor a lélek nem lenne ennek tudatában. Man learned it from the soul. Az ember a lélektől tanulta ezt. Now we understand how most értjük. We in truth, in total, the creation of this planet. Mi teljesen ennek a bolygónak a teremtményei vagyunk. Or are we in physical dimension, the vagy egy fizikai dimenzió, creation of this planet, vagyunk csak ennek a bolygónak a teremtményei, but the maturity of the soul, de a léleknek az érettsége, we become part of the universal dimension, folytán részévé válik a, az egyetemes dimenziónak. Not physical connection to this, nem fizikai kapcsolat planet. Ezzel a bolygóval. But as we understand, de ahogy megértjük, the soul of the man, az ember lelke, has a strength, rendelkezik egy erősséggel, within the structure of the amino acid which create, abban az aminósav struktúrában, originally, ami eredetileg létrehozta őt, so all the soul of the man are connected. De az összes ember lelke össze van kapcsolva egymással. Ennek a bolygónak az erősségének megfelelően. Now we understand. Most értjük. Life is not the exclusivity of this planet. Az élet nem ennek a bolygónak a kizárólagos tulajdonsága, nem ennek a bolygónak a kiváltsága. But life is a combination of interaction of the fields of this planet. De az élet az a kölcsönhatása ennek a bolygónak a mezőinek. With totality of the fields of the universe. A világegyetem mezőinek a teljességével. And this is why. És ez az, amiért. We said, if you listen. Mondtuk, hogyha hallgatták. Listen to the tape. We are here
to take man to enter the universal community. Azért vagyunk itt, hogy elvigyem az embert a világegyetemes közösségébe. Where the universal community, ahol az a világegyetem közössége, az egyetemes közösség carries in totality all. Magával hordozza teljességével az egész part of the soul of the creator. Az egészét a teremtő lelkének. Our job is not to take man into the universe. A mi munkánk nem az, hogy a világegyetembe vigyük az embert. With the physical dimension of the man. Az ember fizikai dimenziójába. But introduce the soul of the man. Hanem, hogy bevezessük az embernek a lelkét. Into existence of the totality of soul of the creation of the individual. A világegyetem teremtésének a teljességébe, teljességének a elképzelése. Then man can decide on his own dimension. Majd az ember el tudja dönteni. Physicality. Tud döntés hozni a saját fizikai dimenziójáról, fizikai síkjáról, hogy meg akar nyilvánulni. But what is the job? Is to enhance the soul of the man to become part of the soul of the creator. Hogy erősítsük, hogy kiemeljük az embernek a lelkét, hogy részévé válik a teremtő lelkét. That now that we have elevated the soul of the man, most amikor fölemeltük az ember lelkét, become part of the soul of the creator, hogy a teremtő lelkének részévé váljanak. The soul of the man which carries that essence, az ember lelke, ami magával hordozza azt az eszenciát, can teach and convert that to the physicality of the man. Tudja tanítani és konvertálni, átalakítani ezt az ember fizikai síkjának. Which then understands there is no need for killing. Amelyik majd megérti, hogy nincs szükség gyilkolásra, pusztításra. Elevate the totality of the physicality. És fel tudja emelni a fizikai síknak a teljességét. That never do such a thing. Hogy sose cselekedjék olyan dolgot. When we feel it with our soul, we amikor a lelkünkkel érezzük, embedded, is ingrained in us. Our emotion, be van ágyazva az emóciónkba, our understanding, a megértésünkbe, in our work, a munkánkba. When a man feels, amikor egy ember érzi, then man can do something about it. Akkor az ember tehet valamit róla, vagy tehet valamit annak a megváltoztatását. Why? Why do we need the armies? Why do we need to the killing? Miért van szükségünk a hadseregekre? Miért van szükségünk a gyöldöklésre? To prove what? To create more souls? Hogy bebizonyítsunk mit? To suffer? Hogy több léleknek a szenvedését okozzuk? Or if we feel what it means that suffering, vagy ha értjük, hogy mit jelent ez a szenvedés, then what is going to be? Akkor mi kell, hogy történjék? Then it comes, have we matured to that point? És akkor eljön, megérettek-e arra a pontra, arra a szintre? Why I repeat in my teachings all the time? Miért ismétlem a tanításaimban folyamatosan?
that the man who kills, az ember, aki gyilkol, or the man who's killed, are connected to each other. És az ember, aki meg lett gyilkolva, azok össze van kapcsolva egymásra. The soul, and he has to bring it balance. Lélken keresztül. És kell, hogy legyen egy egyensúly. The suffering of the children, the suffering of the family. When a gyermeknek a szenvedése, a családnak a szenvedése. And the man is not there, that the whole soul goes through the suffering. Akkor az ember nincs ott. It's the pain which the other one has to subside, has to give. Az a fájdalom, akit valakinek támogatnia kell, adnia kell. Itt arra utal Mirankes, hogy ugye vannak fegyvergyárosok, fegyverkereskedők gyilkolás eszközeit szaporítják, és közben meg csodálkoznak rajta, hogy beteg a gyermekük, vagy szenved a családjuk. I understood. Soldiers and wars create nothing but pain. Megértettük, hogy megértettem, hogy a katonák és a háborúk semmi más nem termelnek, csak fájdalmat. From a very young age of 6 or 7. Ezt nagyon fiatalon, 6-7 évesen megértettem. And when I gathered the knowledge of space, understood. És amikor megszereztem az űrnek a tudását, akkor megértettem. That man does not need to kill. De az embernek nincs szüksége arra, hogy gyilkoljék, hogy gyilkoljon. But others to suffer. És hogy másokat, mások szenvedését okozza. We all die. Mind meghalunk. There's a change of conversion of physicality, but ez egy átalakulás a testi síkról való konverzió. To what time and when and where? De hogy milyen időben és hol és hogy miként? And how is decided by our soul? Azt a lelkünk dönti el. Not by ourselves. Nem mi magunk döntjük el. He has decided the point of his maturity from. A lélek eldönti a saját érettségének a pillanatát. The beginning of times. Az idők elejétől, az idő kezdetétől. This strength of completion is decided at the point of inception. Vajon a beteljesedés pillanata az el van-e döntve a nemzés pillanatában? Not by the time that it gathers to be. Nem abban az időben, amikor az megtörténik. We just add to it to increase the dimension of his physicality. Csak hozzáadunk, hogy növeljük a testiségnek a dimenzióját. But do we need to create suffering for the others? De kell-e, hogy másoknak szenvedést okozzunk? So, if we look, we come to one conclusion. Ha úgy tekintjük, akkor egy következtetésre juthatunk. The physical part of the body of the man. Az ember testének a fizikai része. In essence. Lényegében. Is created by this planet. Ennek a bolygónak a teremtménye. But the elevation of the soul of the man, az ember lelkének a fölemelése, is connected to the soul of the creator. A teremtő lelkéhez kapcsolódik. You see. Ahogy lát. Now it's for you to solve this dilemma. Most az önök dolga, hogy megoldják ezt a dilemmát. Where do you want to be in the dimension of physical? Hol akarnak lenni a fizikai síkon, or in the dimension of the soul, vagy a lélek síkján. All
be aware of the existence of both. Vagy tudatában legyenek mindkettő létének. The dimension of both. És éljenek az egynek a dimenziójába. Az utolsó szavakat nem értettem világosan, elnézést kérek. Transmutation of element is az vegyi elemek transmutációja. Not about carbon and hydrogen. Nem a szénről, a hidrogénről szól. To another element. Egy más elemmé. Transmutation, plasma. A transmutáció. Is the dimension of plazmában szinten. Physicality to the soul of the man. Az a transmutációja a testiségnek. Az ember lelkébe, lelke irányába. For the soul of the man to transmute. Hogy az ember lelke transmutálódjon. Physicality. A fizikai síkra. And this is the more or less completion of understanding of the man. És ez többé kevésbé az ember megértésének a beteljesítése. Transmutation of element. Az elemek transmutációja. Is the element of the man to the az ember elemének. Soul of the man. Az ember lelkének. And vice versa. És vissza való transmutációja. Not changing a hydrogen. Nem az, hogy a hidrogén színnél változtassuk. Once you understand, megértik, it goes back to the teaching now and makes it more clear. Visszatekintenek a tanításra, mi most világosabbá tettük. What I said all the time. Amit mindig is mondtam. In all the knowledge seeking. Az összes tudáskereső műhelyekben. Programs. When you go to another dimension. Amikor egy másik dimenzióba mennek. Another planet. Egy másik bolygóra. You become the shape of what that planet allows. Olyan formájúvá válnak, amilyet az a bolygó megenged, lehetővé tesz. You transmute. Transmutálódnak. But what you collect from there, de az, amit onnan összegyűjtenek, you add to the soul. Now, azt a lélek kapja. Oh, you become part of the soul. Most részévé vár a léleknek. And you become the energy of the soul. És a léleknek az energiájával válik. You transfer the energy of the environment. Átadja a környezet energiáját. Interaction to the addition to the soul. Hogy hozzáadjon a lélekhez. Do we or can we travel to the dimensions, to the positions where we can gather more and live longer to add to the utazhatunk olyan dimenzióba, ahol többet gyűjthetünk. To the soul of the ourselves. Többet adjunk magunknak a lelkének, lelkünknek. Yes, you can. Igen, megtehetjük. Many, many races do. Sok-sok faj megteszi ezt. Elevation of the soul of a man. Az ember lelkének a felemelés. Allows closer understanding. Lehetővé teszi a közelebbi megértését. The strength of the creator. A teremtő erősségének. Is the devotion to és ez az odaadás is jelenti closeness to understand the position of the creator. Hogy megértsük a teremtőnek a helyzetét, pozícióját. And those who elevate to higher value themselves. És azok, akik magukat magasabb értékre emelik fel. Reach to become part of. Elérik, hogy részévé váljanak. The totality. Teljességnek. In similarity, if you understand. Hasonlóképpen, ha megértik. In a very simple way. Nagyon egyszerű módon. In simple understanding. If this is the soul of the creator, hogyha ez a teremtő lelke, and
understand this, that it covers the totality. És megértik, hogy ez befedi a teljességet. And if you understood my teaching about the solar system, ha megértették a naprendszerről szóló tanításból, the rays of the sun goes and under, hogy a napnak a sugarai, way back it makes the earth and everything else, kimennek és visszatérnek és létrehozzák a földet és a többit, and it goes back to it, és visszatér az a sugár, so shall be the soul of man. Ugyanígy kell, hogy történjék az ember lelkével is. Even though it radiated from itself, még akkor is, hogyha magából lett kisugározó, different strength, különböző erősségen, in totality of gathering more, non- teljességben, többet és többet gyűjtvén, dimension of physicality, a fizikai síkról, will join the soul of the great. Előbb-utóbb kapcsolódni fog újra a teremtő lelkéhez. But this journey, it depends on the size and position of the creation of the soul. De ez az utazás a lélek teremtésének a méretétől és helyzetétől függ. Excuse me one second. Elnézést egy másodpercre. This is what we have to understand. Ez az, amit meg kell értenünk. Dated and everything from reference. Dátummal is referenciák. So we understand in so many ways how we can elevate our souls. Tehát meg tudjuk érteni sokféleképpen, hogy hogyan tudjuk fölemelni a saját lelkeinket. And how our physicality is created. Lett létrehozva a testünk, testiségünk. Then comes another question. Majd felvetődik egy másik kérdés. When the man travels the depth of the universe, amikor az ember a világegyetem mélyébe utazik, and you understood, in your travels you'll come across the conditions that fits the condition of the soul of the man. És amikor megértik, hogy az utóban olyan helyekre jutnak, amelyek illeszkednek, illenek az ember lelkének az állapotához, the strength, erősségéhez. Would we transfer the knowledge of our soul to the? Átadjuk-e a lelkének a tudását? Soul of the position. Or annak a helyzetnek a lelkéhez, vagy? To become another virus into it. Egy újabb vírussá válunk-e benne? Become its demise. Hogy annak a pusztulásává váljunk. There is no difference. Nincs különbség. In the dimension. Dimenzióban. Then, when a man starts the journey into spans of universe, majd amikor az ember elkezdi az utazását a világegyetem kiterjedésében, the first thing he thinks and develops,
Az első dolog, amit gondol és kifejleszt. Oops. It'll be how I can protect myself from. Az, hogy hogy tudom megvédeni önmagam. Harming the others. Attól, hogy ártsak másoknak. Not becoming a virus in the dimension of their life. Hogy ne váljak egy vírussá az ő életük dimenziójában. Even though it means sacrificing my own dimension. Ami azt jelenti, hogy feláldozni a saját dimenziómat. That I do not reach the soul of the creator, but nem érem el a teremtő lelkét. At least I do not become the demise rather. De legalább ne váljak a más lényeknek a pusztítójává. In so many ways, understanding this is so important. Ennek a megértése annyira fontos. That in time we need to complete. Egy időben. And to understand the totality. Szükségünk lesz leteljesíteni és megérteni a teljességet. In so many ways, sokféleképpen. It becomes our responsibility to. Mi felelősségé válik. Understand the true essence of the creation. Hogy megértsük. Teremtés valós eszenciáját, valós lényegét. And the question becomes, is this all worth it? Majd a kérdés azzal válik, hogy megérte mindez? Any questions? Eddig tartott tanítás, itt következnek kérdések. Vannak-e kérdések itt a magyar csoportban? Három órában ennyi fér bele. Hát az Zoltán már elköszönt. Ha nincsenek kérdések, hozzászólások, akkor köszönöm a részvételüket, és akkor találkozunk Luca napján, december 13-án, 19 óra, akkor közép-európai idő szerint két óra. Köszönöm szépen, nyugodalmas jó éjszakát, jó pihenést kívánok mindenkinek, holnap egy sikeres napot, viszontlátásra!